Na, szóval akkor szavaztok, srácok, én Gergőben vagyok, és most a tétumos grindról fogunk beszélgetni. Méghozzá azt fogjuk megnézni, hogy az egyes lapok mennyire érik meg, mennyire érdemes őket kiszedni, mennyire használhatóak, in-game egyáltalán, hogy mennyire érdemes csapatba építeni. Ha valaki csak a tétum érdekel, akkor érdemes majd a legvégét meghallgatni a videónak, mert hogy gyakorlatilag ott fogok majd róla beszélni. Nem, elsősorban nem az a lényeg, hogy a tétumot megéri-e amúgy kiszedni, de el fogom mondani ezt is, hogy mit tapasztaltam, mert benn van a kezdőmbe. De alapvetően az egyes lapokat néznénk meg. És ehhez van egy táblázatom is. Jaj, de jó. Jön egy scream a nézőimtől közben. Persze, live-ba kell ezt felvenni, igen. Köszönöm szépen, vaj, de jó fej vagy. Szóval, hogy... megkértem a srácokat, hogy szavazzanak, és meg is tették Pisti, Ásdémon, Flix, vagy Félix és Lavita. Ők mindannyian szavaztak az egyes lapokra, amiket ők használtak. Van olyan, aki nem szavazott egy-egy lapra, ha azt nem vette ki. És gyakorlatilag így összeállt egy összpontszám. Hogy is néz ki ez a grind, először arról beszéljünk. Tehát divíziókra van osztva, és minden divízióból, ezek egyébként a rendes létező divíziók az NBA-be, ki tudsz szedni pontosan 5 darab lapot. Ez egyébként úgy néz ki, hogy egy rubit tudsz kiszedni, egy ametisztet, 2 diamondot és egy pink diamondot. Tehát így van sorba. Minden egyes divízióból így tudsz egyébként kiszedni 5 lapot, és ha jól tudom, akkor 6 divízió van, tehát akkor 6 ilyen blokk van, amit ki tudsz szedni. Ez a végeredmény 6 darab 5-ös lesz. 6x5 ember. 30 ugye. És ezután, még ha a tétumot is ki akarod szedni, akkor még kell feladatokat csinálnod a már kiszedett squadokkal, illetve a Pink Diamond lapokkal. Úgyhogy nem olyan egyszerű a sztori, de nézzük is meg, hogy akkor ez hogy néz ki. Így néz ki az egyik, ez a Playoff Push Atlantic, most mi a kis accountomba vagyunk, ami egy külön sorozat, ha valakit érdekel, megtalálja, fönn vannak a vodok. Egy vadonatú account, amivel újra kezdtük az NBA-t, így poénból, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Viszont így néz ki, azt mondja, az először az Atlantikból ki tudod szedni Steve Novakot, aztán Glenn Davis-t, Jose Calderont, Hawkins-t és Brook Lopez-t. Nos, menjünk sorba rajtuk. Steve Novak egy 6,2 pontot kapott a 10-ből tőlünk, illetve tőletek és tőlem. Én 7-est adtam neki, tehát nagyjából ez teljesen valid. Hát egy rubi lap, nem, ez a 6-7 pont, ez nem azt jelenti, hogy nagyon rossz, egy kb. Használható lapról van szó, de mondjuk sokáig nem építeném be egy kezdőcsapatba sem. Nagyjából ezt jelenti. Viszont a következő lap az nem más, mint Glenn Davis, ugye itt volt Steve Novak, következő lap Glenn Davis. Glenn Davisről azt kell tudni, hát PF center, de talán inkább PF-ben használható, bár embere válogatja, hogy hol érdemesebb talán őt használni. Őről már jobban vélekedtetek, én is, meg a, hát én annyira talán nem is, én vagyok, aki lehúzta, 8-9 pontos átlagot kapott, 8,2 pontosan, én vagyok az, aki lehúzta, lehet nem használtam eleget, úgyhogy Glenn Davis például mi ajánljuk, így a srácokkal, 8-9 pont az egyértelműen azt jelenti, hogy ajánljuk ezt a lapot, megéri kiszedni, használható. Jose Calderon, nagyon fontos itt egyébként közben azt is nézni, hogy mik velük a feladatok, hogy esetleg mennyire nehéz, szóval nyilván a Steve Novakot megszerezni nagyon könnyű volt, utána a Glenn Davis nagyon könnyű, tehát ezeket eleve könnyű megszerezni is, majd mondjuk 25 lepattanót szerezni Glenn Davis-szel, hogy megkapt Calderont, megint nem nehéz. És Calderonról pedig úgy vélekedtünk, hogy ő egy nagyjából 7-es. De így szinte mindenki 7-est adott, egy ember 8-est, egy ember 6-ost, így az átlag 7-es. Használható, de azért sokkal jobb PG-k vannak ingyen kiszedhetőbe is, meg olcsó megvásárolhatóba is. Tehát ez ilyen, használd nyugodtan, ha szeretnéd, de nem erősen ajánljuk egyébként ezt a lapot. Hersey Hawkins a következő a delikvens. Hersey Hawkins szintén 7-es kapott, így Calderonhoz hasonlóan ugyanazt tudom elmondani. Mind a kettő PG-SG pozíció, csak Hersey az SG-PG. Nyugodtan használjátok mind a kettőt, de vannak sokkal jobb lapok, amik jobban fognak üzemelni. Ezt tudom róla mondani. És akkor az utolsó lap ebbe a divízióba, Brook Lopez. Brook Lopezről pedig egy 7,6-os pontot tudok mondani.
Azt tudom mondani Lópezről, hogy lesz majd még egy Pink Diamond, aki szintén center, és akkor majd hasonlítsuk össze őket talán. Ha tripla dobó centert szeretnél, ő a választásod. Ha egy kompakt, jól védekező, egyben jól is támadót szeretnél, akkor meg majd a másik lap, aki Ayton lesz egyébként. Nem mondom, hogy nem ajánlom ezt, hanem azt mondom, hogy dönts el mindenki, hogy melyiket szeretné. Nem biztos, hogy érdemes mindkettőt kivenni, ha nem grindolod ki az egész Tétumot, persze, mert akkor ugye mindegy. Következő a Central divízió, ott pedig Darko Milicic, hát róla úgy nyilatkozott a többség, hogy 3 pontot kapott az úriember, úgyhogy mondjuk azt, hogy erősen nem ajánljuk Darko Milicicet. Nyilván, ha a többi játékos valamelyik kell, akkor nyugodtan menj át rajta, tehát szerezd meg, meg lehet vele csinálni a küldetés, nem olyan nehéz, blokkolni kell csak egyébként 15-öt, de nem jó lap. Következő, az viszont Thaddeus Young. Thaddeus Young, hát a hasonló kategóriába tartozik, egy 5,2 pontot kapott, ami ilyen nagyjából semlegesnek mondanám. Senki nem adott neki 6-nál többet, 4-nél kevesebbet sem. Ez az ilyen okés lap. De megint nem egy ilyen nagyon extra, amit nagyon szeretnénk használni a játékon belül, csak ha nagyon muszáj. Viszont Larry Hughes, aki ezután kizetető, ő érte megéri az előző két lapot megcsinálni, ugyanis ő nagyon jó lap. Larry Hughes kerek 10 pontot kapott mindenkitől. Ez azt jelenti, hogy őt erős, nagyon erősen ajánljuk, és úgy, hogy kezdő PG-be is nyugodtan lehet használni. Online-ban is egyébként Lavita például használja, vagy használta, és tök jól működött, szóval nagyon jó lap. Őt nagyon, tényleg nagyon javasoljuk, jól is tud dobni, jól is mozog. Tényleg egy használható figura. Andrew Bogut, a következő szintén még egy Diamond, valaki nullát, valaki nulla pontot adott neki. Én mondjuk 4-et, de hogy így az átlag az ilyen 2 körül van, tehát mondjuk azt, hogy egyáltalán nem ajánljuk Bogutot, és amúgy volt, aki például azért, ASD van azért nullát, mert nagyon utálta. Én sem annyira szerettem, de ő kifejezetten utálta, megértem. Nem jó a Bogut, főleg, hogy ő is center, tökre egyértelmű, hogy választasz egy Brook Lopezt, akit nemrég mutattam, vagy egy Aitont, akit hamarosan fogok mutatni, szóval nyilván nem egy Diamond centert fogsz, ami még nem is jó választani, hogyha vannak más opcióid. És akkor jön a utolsó lap, ami viszont nagyon érdekessé teszi ezt az egész divíziót, mert bár a legtöbb lapról ugye azt mondtam, hogy nem jó, tehát Milic is nagyon rossz, Young nagyon rossz, Bogut nagyon rossz, viszont Hughes nagyon jó, és Ben Gordon nagyon jó. Nézzük meg, mennyi pontot kapott. Ben Gordon is 10 pontot kapott, én 9-et adtam, mindenki más 10-et, én csak lehet, hogy nem használtam eleget, de nekem is nagyon tetszett, nem azért nem adtam neki 10-et. Picit a start meg a magasságokat nézegettem és olyan miatt. 10 pont, 9-10 pont, mondjuk inkább 10, akkor legyőztetek engem ezzel szerintem, vagy meggyőztetek. Nagyon-nagyon javaslom, és mivel javasoltuk nagyon Larry Hughes-t, és ugye mehet SG-be pedig Gordon, gyakorlatilag megvan a PG-SG páros, ha valaki csak ezt az 1-5-ös kiszedi. Tehát ezt az 1-5-ös kiszeded, és egy PG-SG párosod úgy megvan, hogy nyugodtan ajánlom, hogy nyugodtan online az jók ezek a lapok. Akár online-ba is, tehát Én tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon jó Ben Gordon, és let's go, ezt megéri nyomni. Ezt a centrált ezt megéri. 3 hulladéklap van, de a 2 jóért megéri. Southeast jöjjön, hát... Na ez a legrosszabb a divízió, de nézzük meg, hogy pontok is ezt... Nézzük meg, hogy a pontok is ezt bizonyítják-e. Az első Nick Anderson, ő kapott egy 4,8-at. Rubi lapok közül kevés olyan van, aki kiemelkedő, de néha egyet-egyet találni, azokat úgyis mindig mondani fogom, hogyha van ilyen. Nem Nick Anderson a kiemelkedő Rubi lap sajnos. Aztán Kevin Willis, szintén nem túl kiemelkedő, 5,4, megint csak lépünk túl rajta, nem túl jó. Otto Porter, hát 4,4, én 5-öt adtam rá, de legszívesebben minusztattam volna, hát annyira nem tetszett a lap, és nem azért nem tetszett, mert... annyira rosszul dob, hanem valahogy a feladatát nem lehetett vele normálisan megcsinálni. Tehát így nem akarta csinálni. Az volt a feladat, hogy 14 lepattan, és nem szedte a lepattant. Nagyon fura volt. Viszont autoporterről el kell mondani, hogy hiába adtunk neki amúgy ilyen 5 pontot kb. Egész jól dob. Tehát dobása amúgy nem rossz. Ő az egyetlen kb, aki ezek közül nagyjából használható. Vagy talán még Larry Johnson, ő egy 6-ost kapott. Larry Johnson és autoporter ilyen
ilyen elmegy kategória. A Tim Hardaway-t felejtsétek el, tehát ő 1,4 1-2 pontot kapott tőlünk, 1,4 pontot kapott tőlünk, nagyon rossz lap, nagyon alacsony, nagyon rossz, szenvedés volt vele játszani, tehát őt annyira nem ajánlom, hogy, hogy égessétek el a lapot, vagy nem tudom, hogyha lehetne quickszellezni, az is mehet, tehát nem jó, nem, úgyhogy ha a Tétum kell, akkor szed ki persze, de ha nem kell a Tétum, akkor ezt az egész divíziót én kihagynám a helyetekbe. Főleg, hogyha valakinek nincs annyira ideje rá, akkor ez a divízió az, amit nyugodt szívvel kihagyhatsz, egyszerűen nem vesztesz vele, konkrétan csak nyersz. Na, az én kedves, számomra szívemhez kedves lap Derek Fisher, ugye? Én őt nagyon-nagyon kedvelem a játékos, sajnos Thunder lapot kapott, de nem baj. A lényeg az, hogy Derek Fishernek én amúgy egy 8-ast adtam, de van, aki 10-est adott. Alapvetően a többiek kicsit lepontozták, úgyhogy 6,6 lett a végeredmény, de én láttam online is, hogy hozták, meg egyébként is használgattam is, én ajánlom. A Rubik közül szerintem gyakorlatilag az a köve, majd lesz egy lap, ami ennél jobb, de ő a második legjobb a Tétumba kizetető Rubi lapok közül, de tényleg a második legjobb, úgyhogy én amúgy ajánlom ezt a lapot. Nagyon könnyű kizetni, mert csak 3 Thunderrel kell nyerni, tehát. Wesley Matthews 5,6-ot kapott, a Wesley Matthews annyira nem, tehát nem rossz, de nem is jó, de nem ez az, amit akar, amit keresünk itt, mint jó lap. Úgyhogy menjünk tovább Joe Smith-re, aki 6,4-et kapott, már mondjuk van, aki adott neki 7-et, 8-at, maximum 7 pont. Ő az a kategória, aki nem annyira rossz, nem nagyon ajánljuk, de amúgy használható lapról van egyébként szó, és láttam már online hozni ellenem is, tehát vannak, akik használják. A másik Diamond, a Marcus Camby, aki 5,4-et kapott, hát nem tudom, hogy a blokkjainak a megcsinálásának a nehézsége miatt pontozta le valaki, de alapvetően egyébként én is 6-ot adtam rá, nem annyira rossz lap, 6 pontot kapott, de amúgy egy használható centerről van szó. De megint csak arról beszélünk, hogy van 2 Pink Diamond center, akit miért ne szednél ki, tehát akkor meg már miért kéne Camby, szóval nála valószínűleg Brook Lopez is bőven jobb. 7-es lett a Hayward, nem annyira jó. A Pink Diamondok közül egyébként a Tim Hardaway mondjuk a legrosszabb, és nagyjából utána, hát talán a Zach Randolph jön utána, még nem volt, és utána a Hayward, tehát ilyen középkategória. Kiszedhető, használható is, de nem rossz lap alapvetően, és mondom, lehet használni, de megint csak például a Ben Gordon sokkal jobb nála, bár őt nem tudod SF-vel használni, Gordon Haywardot meg igen, tehát hogy nyilván attól függ, hova szeretnéd használni őt. Hát azt tudom mondani egyébként erre a divízióra, hogy ez a szó-szó kategória. Szóval az előző divízióra, a South East-re mondtam azt, hogy ez nagyon nem éri meg, a North West az meg olyan, hogyha van kedved hozzá, állj neki, ha amúgy időszűkében vagy, akkor ezt is nyugodtan skippeld. Nem annyira fontos. Pacific Division, ami egyben egyébként az utolsó előtti divíziónk, ahol egy Corliss Williamson van, akiről nem hiszem, hogy sok jót fogok tudni mondani. Így van, 4,8 pontot kapott. Ahogy mondtam, nem nagyon jó Rubi, majd a következő divízió az utolsó lesz, majd ott mondom, hogy ki a jó Rubi. Terence Mann, hát ugye Clippers-es lap, nem kell mondani, hogy én ezért nem szeretnék róla nyilatkozni, és egyest adnék rá, nem. De amúgy nem, tényleg nem adtam rá. 5-öst adtam rá amúgy. Fistinek például nagyon tetszett, amúgy 6-os, 7-es, 8-as született, szóval 7,2 pont, de én húzom le a pontot, szóval lehet mondani, hogy ilyen 7,5 pont is lenne, majdnem 8, szóval a Terence Mann egy viszonylag korrekt lap, mondom, hát 7 fölötti pontszámok, azok mind azért jók már, szerintem. Byron Scott, Lakers-es lap, hát ettől függetlenül én csak 7 pontot adtam rá, többiek meg még kevesebbet, ugye 6-ot kapott. Azért oké, hogy Lakers, oké, hogy örülök, hogy megvan, de ettől még nem annyira jó lap. Lehet vele pontokat dobni, online is működgetett, mert online feladat van vele, de Byron Scott nem az a PGSG, akit keresel. A nemrég említett Larry Hughes, a nemrég említett Ben Gordon, inkább az a két lap, amit te keresel, hogyha PGSG-ről van szó. Úgyhogy Byron Scottot én nem annyira erőltetném. Steven Jackson 6,8 pontot kapott, szintén ez a elmegy kategória, nem nagyon ajánljuk, de egy picikét talán ajánljuk, hogy azért próbáljátok ki, nem olyan rossz. Egész jó kis lap egyébként ez a Steven Jackson, én például 9-et adtam rá, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Úgyhogy személyesen ajánlom,
A többiek kicsit lejjebb húzták, de van itt azért 8-as is, meg 7-es, tehát ajánljuk azért, nem nagyon, de ajánljuk. Na és akkor DeAndre Ayton, akit mondtam, a másik center, López után, akit még jobban ajánlunk, mint López, pontszámilag mondtam, hogy össze fogom hasonlítani, 9,2 pontról beszélünk, amit adtunk neki 5-en, ebből 2-en 10 pontot, 2-en 9-et, és én adtam 8-at amúgy, pedig hát adhattam volna többet is, szóval úgy 9,2, hogy ez lehet 9,5 is. Most én is azóta, hogy lepontoztam, azért többször használtam, már 9-est adnék rá talán. Szóval legyen 9,5 pont, nagyon ajánljuk a DeAndre Aytont, tényleg ezt a DeAndre Ayton miatt megéri végigcsinálni, plusz Stephen Jackson több mint korrekt lap, Byron Scott viszonylag korrekt lap, tehát ez a három lap nem rossz, nyugodtan ezt is ajánlom, ezt ki szabad szedni, ezt a divíziót és egész fasza is. Utolsó, legesleg utolsó divíziónk jön, aki nem más, mint a Eric Gordonnal kezdődő divízió, a South West, és most jön az, hogy melyik a legjobb Ruby a hat közül. Ha ezt kérdezné valaki, akkor azt mondanám, hogy Eric Gordon az. 9,4 pontot kapott, nem véletlenül, azóta is használtam, nagyon stabil lap, még a legnehezebb AI ellen is nagyon jó greeneket dob, nagyon jó betörései vannak, jól védekezik. Ha valamit kiszedtek, és tényleg nagyon könnyű, mert három rakic játékosra kell nyerni egy offline vagy online meccset, 3v3-at, akkor az Eric Gordont mindenképp szedjétek ki bármilyen csapatba, legrosszabb esetben cserepadra, egy nagyon jó választás szerintem. Úgyhogy Eric Gordon, Houston lapja. Aztán Trevor Ariza, aki ugye Lakersbe is megfordult, meg illetve most is ott van, ő 4,6-ot kapott, hát Pisti és Flix lepontozta egyel, amúgy 6-8 és 7 pontokat kapott, nem tudom ti miért pontoztátok le, nem annyira rossz az Ariza, hogy 4,6, ilyen 6 pont körül. Ő is ez a korrekt, de azért nem ajánlom annyira. Szóval próbáld ki, ha szeretnéd, de se nem mondom azt, hogy rossz, se nem mondom azt, hogy jó. Artis Gilmore az, hát hátulról a harmadik lapunk, ugye három van már csak vissza. Ő 3 pontot kapott, én 7 pontot adtam neki, mert nem volt semmi bajom vele, de Pisti 2-t, Ásdémon 2-t, nem, Pisti 3-at, Ásdémon 2-t, Flix 1-et, és Levita 2-t adott. Szóval Artis Gilmore-t én személy szerint azt mondtam, hogy nem olyan rossz, amúgy meg a srácokkal együtti pontszámmal már nem javasoljuk. Szóval azt kell mondanom, hogy nem javasoljuk, hiába nekem nem volt vele nagyon bajom, mert 3 pont az 3 pont. Ki lehet próbálni, nekem mondom, nem volt vele bajom, de lehet nem használtam eleget. Jason Kidd a következőnk, 5 pontot kapott, Pisti 10-et adott neki, ő neki nagyon tetszett, azt emlékszem is, hogy mesélte amúgy, 6-ot, többiek 4, 2, 3. A Jason Kiddekkel az a baj, hogy nagyon lassú a release-e, valamint nem olyan jó a dribblingje, meg úgy összességében, mint PG, nem mozog annyira ügyesen. Én főleg a lassú release miatt mondanám azt, hogy nem ajánlom. És mivel 5 pontot kapott, összességében nem mondjuk azt, hogy nagyon rossz, azt sem mondjuk, hogy nagyon jó, hanem ilyen közömbös státusz. Így Pisti felhúzta a közömbös státuszt. Egyébként, ha Pistit leveszünk, akkor nem ajánljuk, de mivel Pistinek nagyon bejött, lehet, hogy másnak is bejönne, szóval maradjuk annyiba, hogy amúgy próbáljátok ki, hogyha úgy van. Viszont én ezt a South West-et, ezt körülbelül addig javasolnám amúgy, hogy szedd ki Eric Gordont, és ha nem kell a Tétum, hagyd a többit a francba. Most, ahogy így beszélgetünk. Ugyanis nem ajánlottuk az Arizát, nem ajánlottuk a Gilmore-t, annyira a Kiddet se, és az Ekrandolf pedig, hát mondom nektek, 5,2 pontja van, úgyhogy én adtam rá 7-et megint, tehát én húztam föl, Pisti 1-et adott rá, Ásdémon 8-at, meg 2-5-ös, tehát azt kell mondani, hogy egy talán használható lapról beszélünk, de amúgy lehet, hogy jobban jártok, ha csak a Rakic, első Rakicig csináljátok meg. Megvan a Gordon, és akkor hagyjátok a francba, ha nem kell a Tétum, persze. Ez döntse el mindenki, ha kell a Tétum, úgyis megcsinálsz mindent, és akkor látni fogod a lapokat. Ez a videó inkább arról szól, és annak akarok ebben a beszéddel segíteni, aki meg nincs annyira ideje, mindjárt vége ugye a szezonnak, és még mit szedjen ki esetleg, mi az, amit érdemes megpróbálni. Ez a lényeg a dologban. És mivel végigértünk, mutatom, hogy a Tétumhoz milyen küldetések kellenek, nagyon sok sajnos. Minden egyes divízióval kell külön nyernetek Clutch Time-ba egyet. Igen, jól halljátok. Mindegyikkel. Tehát a egy Ruby, egy Ametis, két Diamond, egy Pink Diamondos csapattal nem lehet más a csapatba. Valamint kell López 8 blokk, kell 48.1 steal-ben Gordonnal, kell 5 darab 4 pontos a nagyon trágya Tim Hardaway-jel, ha nem segítenek, akkor nem is tudod megcsinálni kb.
Nekem szerencsém volt, segített az ellenfél, megkértem, hogy segítsen. Goto hívod 50 multiplayer pont, meg lehet csinálni, de azért necces, mármint úgy értem, hogy nehezen megy egy kicsit. Eton Online TTO-ban 22 lepattanó, és Randolph 3 dupla-dupla. Na, attól voltam ki a legjobban. Ez 3 különböző meccset kellett a Randolph miatt játszani. Én kiszedtem a Tétumot, nem ezen az accountom, hanem a rendes nagy accountomon. És akkor beszéljünk most erről még röviden, hogy mennyire éri meg a Tétum. Tehát, Jason Tétum, figyeljetek, meg lehet nézni a statjait, és szerintem azt nyugodtan gyorsan meg is tehetjük. Itt is van. Most én nem vagyok ott a képernyőn, ez nem olyan gond. Mutatom Tétumot, nagyon jók a statjai, tényleg. 15 off badge, 47 gold badge, shooting badge nagyon sok van neki, 94-es triplája van, nagyon jó a speed, 92, 90, elvileg tud dunkolni, layupot dobni, jó a védekezése, minden stat a helyén van. Ha csak ezt nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon jó lap. Ráadásul a release-en is módosítottak, és quick release time-ja lett, nem az, ami az eredeti. Úgyhogy még ez is egy nagyon jó dolog, tehát a Tétum alapvetően egy nagyon jó lap. Na most jön az én véleményem, ahányszor volt enemibe, általában olyan híró kosarakat dobtak, hogy esett ki a pályáról a Tétum, és greenelt egyet, miközben hanyat fekszik Gábi a parketten. Ilyen kosarakat kapok én. Na és az én Tétumommal mi van? Az, hogy a full üres wide open dobásnak a felét kihagyja. Úgyhogy azt tudom mondani a Jason Tétumra, hogy nekem annyira nem tetszik, de bent van a kezdőmben még mindig, tehát még mindig próbálok esélyt adni neki, és emiatt nem mondom, hogy mondjuk a bookeres grind helyett inkább ezt nyomjátok. Úgyhogy az eddigi lapok, amiket mondtam ott, amiket mondtam, hogy javaslunk, azokat érdemes kiszedni, ha a Tétumot amúgy nem annyira szeretnéd, nem baj szerintem, nem vesztesz annyira sokat vele. Amit nagyon érdemes kiszedni, az a DeAndre Ayton, akit javasoltunk, aztán a Larry Hughes, akit Diamond Larry Hughes, ugye Pink Diamond DeAndre Ayton, Pink Diamondból még a Brook Lopez és a Ben Gordon, amik egyébként nagyon jók, és mondtuk még Amethystbe a Glenn Davis-t, ami egyébként jó lap, illetve a Ruby-ba az Eric Gordont. Ezeket így most végigvettük már ugye az előbb. Én ezeket javaslom, hogy mindenképp nyugodtan szedjétek ki, illetve elmondtam minden divíziónál, mit érdemes-e, nem érdemes-e, stb. Ráértek, és hogy van időtök, nyugodtan nyomjátok ki az egészet, de ha mondjuk csak az egyikre lenne időtök, és nem tudod eldönteni, hogy Booker vagy Tétum, akkor én segítek, Booker. Sokkal jobban tetszik a Booker nekem, mint a Tétum. Sokkal-sokkal jobban. Tudom, hogy más pozíció, nem tudok mit mondani. Nekem sokkal jobban tetszik, ez lett volna az én véleményem róla. Nyugodtan mondjátok el ti is a sajátotokat, mert érdekel, Discord szervernek a linkjét megtaláljátok, mindig Twitch-en a chatbe is belökjük, az összes videó leírásában is ott van, gyertek nyugodtan beszélgetni velünk, ott volt egyébként ez a táblázat is kirakva, ahol szabadott bárkinek szavazni, lesz még ilyen máskor is, a Bookeresre még mindig lehet szavazni, ha valaki szeretne, odaadom a linket majd megint, és igazából ennyi lett volna ez a Tétumos összegzés. Alapvetően nem mondom, hogy nem éri meg a Tétum, nekem nem annyira jött be, de egyébként egy jó lap. Statok alapján meg aztán tényleg nagyon-nagyon best SF lap, úgyhogy kinek hogy, van akinek meg 10-es a Tétum, meg van akinek online mindent bedob, nekem nem annyira jött össze. Ez nem azt jelenti, hogy másnak nem tetszhet. Remélem, hogy tudtam segíteni, és hát találkozunk legközelebb is. Szavaztok!